A Sándor család legismertebb lakhelye természetesen a budai várban van, ez a Sándor palota, ami ma a köztársasági elnöki palota. Viszont természetesen több vidéki birtokuk is volt, így kerültünk mi most Bajnára, a bajnai Sándor Metternich kastélyba, ami egyrészt nemrég lett kész, másrészt egy titkos favorit, az egyik legszebb kastély, ami ma Magyarországon látható, ráadásul eddig soha nem is volt nyilvános. Valahol Tata és Esztergom között vagyunk, a fővárostól alig 50 kilométerre. A grófi ranggal rendelkező Sándor család 1696-ban vásárolta meg a festői dombok között fekvő Bajnát és a hozzátartozó uradalmat. Az első gróf még csak egy vadászlakot építetett ide, a következő kúriává építette át, később barokk kastélyá, és akkor jött az 1805-ben született Sándor Móric, az ördöglovas. Apja ugye a lónak még a közelébe sem engedte, ráadásul nem ivott, nem kártyázott, nem hajtotta a nőket, viszont minden szenvedélyét később lovasként élte ki. Kocsikat ugratott át, lekocsizott a budai vár egy meredek lejtőjén, fogadásból még melegen jutatott el egy bablevest Bajnáról Bécsbe, sőt Bajnán még az emeleti erkélyéről is leugratott. Hajmeresztő lovas mutatványai a kor celebjévé tették, eposzi jelzőjét, az ördöglovast is állítólag Angliából hozta magával. Sándor gróf fiatalon még szenvedélyes reformarisztokrataként kezdte, barátját Széchenyit meg a Lánchíd építésében is támogatta, aztán mindennek és a barátságnak is az 1840-es években vége szakadt, és maradtak csak a lovas bravúrok. És lehet, hogy azért, mert a sors szeszélyeként 1835-ben egy Metternich lányt vett feleségül, Leontinét, a magyar ellenes Metternich kancellár lányát. Ebből az alkalomból modernizálta a család barokk bajnai kastélyát, ehhez korának jeles szakembereit hívta segítségül. Hild József ugye hozott barokk anyagból dolgozott, az 59 szobás főúri kastély a nagy reformkori építész keze nyomán mégis harmonikusan visszafogott és klasszicista lett. Tervezői munkája alapvetően átalakítást jelentett, a már meglévő főépületet és melléképületeit foglalta új építészeti egységbe. A magyar kastélyokat általában jellemzi valami bájos, bumfordi provincializmus, na nem Bajnán. Fejünk fölött egy kék derengésben, aranyból, bordóból, kékből egy reneszánsz kompozíció, a szomszédterem falait etruszk motívumok díszítik, ha pedig a másik irányba kinézünk, akkor a Gerecse dombjait látjuk. Ez a Raffaello terem. A belső termek képeit a milánói Scala díszlettervezői, mai kifejezéssel élve látványtervezője, Alessandro San Quirico tervezte. 1833-ban Itáliában ismerkedtek meg, és miután a gróf megbízta a bajnai belső terek tervezésével, együtt Angliába is elutaztak ottani ihletekért. Van valami hihetetlen nagyvonalúság ezekben a levegős, hosszú terekben. 1842-ben a művészek végeztek, de néhány év múlva, 1850-ben jött a végzetes baleset, és számos kisebb-nagyobb sérülés és elpusztult ló után Sándor gróf Linzben a kocsiából kiesve súlyosan beütötte a fejét egy vasrácsba. Először úgy tűnt, hogy semmi komoly, de aztán máshogy alakult, és életének utolsó 3 évtizedét különböző elmegyógyintézetekben töltötte, legutoljára ugyanúgy, ahogy Széchenyi Döblingben. 30 holdas angol park, kazánfűtéses oranzseri, azaz narancsház, és persze fűthető istálló. Ebből a szocialista TS időszakban egyébként alumínium tárgyakat gyártó melléküzem lett, és itt indult be 1953-ban az ország egyetlen női traktoros képzője. A front elől az utolsó hercegnő Svájcba menekült, az épségben megmaradt kastélyt pedig kétszer a szovjetek fosztották ki, rontották le, közötte pedig a németek. 1945 után a kastélyból TS központ és gépállomás lett. Ezt az időszakot jelzi a kiállítás egy erős gesztussal a szobába beállított Fordzon körmös traktorral.
Sándor Móricz halála után fiúörökös nem lévén lánya, Sándor Paulina grófnő örökölte a kastélyt. Az anyai ágon Metternich lány férje is egy másik Metternich lett, a nagybátyja. Diplomata feleségként idejének nagyobb részét külföldön töltötte, 12 évet éppen Párizsban. Ott ő is celeb lett, cigarettázni tanította a francia úrhölgyeket, de színházi díszleteket, sőt ruhákat is tervezett. Dumas és Liszt ismerőse volt, támogatta Smetana és Wagner karrierjét, az utóbbi művet is ajánlott neki, de a legnagyobb hírét mégis egy hírhedt párbaj keltette. Ráadásul egy női párbaj, amit egy orosz grófnő elvívott. Francia szabályok szerint első vágásig, és ami nagyon fontos, hogy félmeztelenül, mert a nagyon ritka női párbajok a férfi párbajok logikáját követték, és azért kellett a félmeztelenség, hogy a felső ruha sebesülés esetén ne szennyezze el a sebet. Természetesen állítólag, hiszen több újságban is megjelent ez a hír, de a grófnő mindig is tagadta, tehát könnyen lehet, hogy nem volt másról szó, mint egy egyszerű hírlapi kacsáról, vagy a bulvár korai jelenlétéről. A kastély emeleti lépcsőfordulójában látható ez a nagyméretű Sándor Móricz festmény, az egyetlen, ami megmaradt az eredeti festménygyűjteményből, ugyanis 1945-ben az itt lévő szovjet tiszták erre lőttek célba, összesen 21 találat érte az arcát, mert hogy arra céloztak. A Nemzeti Kastélyprogram felújításai azért is érdekesek, mert olyan addig nem ismert helyszíneket hoznak képbe, amik addig egyáltalán nem szerepeltek az ország turisztikai, illetve kulturális műemlékvédelmi térképén. Bajnán már a 80-as években elkezdődtek az első állagmegóvások, most 2022 van, a kastély megnyílt, gyönyörű, de még mindig várnak freskók arra, hogy teljesen befejezzék őket. De Bajnára már most is mindenképpen érdemes eljönni.